Sziasztok! Új videó, új ízek! Igen. És mit kóstolunk most? Italokat megint. Igen, igen. Ráadásul ez a kettő, ez tonik. Úgyhogy nem hiszem, hogy a Nonónak annyira kedvence lesz. Ezek ilyen... Hát kevesebb kalória van benne egyébként. Nem sokkal, minimálisan. Ez pomelo és pink pepper. Már mondtam is. Pink pepper. Hát pomelo és pink pepper tonik. Eléggé bubisos. Ú, de jaj, ez mind a kettő angol egyébként. Ez grapefruit és rosemary. Uha, nagyon érdekes. Úristen. Igen. Ez pedig nem tonik, hanem ez roasted pineapple crafted soda. Úgyhogy ez micsoda? Roasted pineapple. Ez ilyen sült pirított. De jó illetve van. Ennek van a legjobb illata, én ettől várok a legjobb csodát. Ez gyakorlatilag ananász és ananászos ital. Ez az opálos, a többi pedig nem tudom mi. Na, hát akkor kezdjük a pirossal. Ez tonik, keserű lesz. Oké, nagyon jó. Utálom a keserű dolgokat. Akkor mennyit iszol? Mennyit? Azt a rohadt életbe, de rossz. Úristen, de szar. Hát ez valami egész embertelen. Hát de miért? De miért? De... Víz, apa, víz. Ez borzasztó! Ez valami egészen rettenetes. Vagy ebben mi van? Ez pusztító egyébként. The London Essence Company established 1896. Hát ezt ettől függetlenül még szar. Komolyan. Ez borzasztó. Nézzük a rosemary-t egyébként. Grapefruit és rosemary. Hát ez se lesz sokkal jobb. Ez egy fokkal jobb, de pusztító keserű, hiszen tonikról beszélünk. Ez egy fokkal jobb, ez rettenet. Ez egészen kellemetlen. Ez nagyon kellemetlen. Én nem is értem. Lehet, hogy meg kell csak szokni? Jó, keserű szívem, keserű tonik. Nyerd le gyorsan, kész. Jó, oké, lenyelted. Egyébként ez tonik. Tehát, hogy ez tonik, grapefruitos tonik. Mindegy. Nem lesznek a kedvencénk. És most, amit a legnagyobb csodát várok, ennek nagyon illat van. Ennek ananász íze van. És ez biztos, hogy finom. Hát nagyon érdekes. Ananász íze van. Semmit nem ittunk, jó. Ananász íze van, de ez... Hát ez megint szar, komolyan. Hát ez egészen hihetetlen. Akkor nem beszél csúnyán. Nem beszél egy csúnyán, de ez egészen ihatatlan ez is. De a három közül egyébként ez a legihatóbb. De hogyha... Nem, akkor ez sem jó. Hát úgy, ez nem jó. Ez undorító. De furcsa íze van. Hát, ananász íze van, és... Ennél még a magyarok is jobbak voltak, pedig azok is egészen gyatrák, tehát egészen pusztítóak. Ja, low in calories, tehát kevés benne a kalória, mert 200 ml-ben csak 40, valóban ezért érezni, ez 200 ml, valóban kicsit kevésbé édeses. Mindegyikben egyébként körülbelül annyi van. Én biztos egyiket sem fogom fogyasztani, ezek rettenetesek egyébként. És ezzel akkor mit fogunk csinálni? Ez borzasztó, majd megiszom, majd Norbi jön és megíthatjuk vele. Oké. Okay. Okay? Ez pusztító, egyiket sem vegyétek. Nagyon ezek nagyon rosszak voltak. Mindig mondjuk, hogy vegyétek, de ezt ne vegyétek. De a másik hármat se. A másik hármat se. Ezek pusztítók. Jövünk majd. Sziasztok! Sziasztok.